Újabb magyar katonai kontingens indult Irakba, hogy a közel-keleti országban segítsék a béke fenntartását. Összesen 139-en vesznek részt a legújabb misszióban, Nyíregyházán búcsúztatták el őket. A honvédség történetében ez az első olyan kontingens, amelynek jelentős részét tartalékosok adják, iraki szolgálatukkal az illegális migráció és a terrorizmus elleni küzdelemben is részt vesznek. Megérkeztek a történelmi zászlók a nyíregyházi Kossuth térre. Ahol búcsúztatták az Irakba induló kontingenst. 139 magyar katona indul el fél éves küldetésre. Bozsik Gergő szakaszvezető 2019 óta van a Magyar Honvédség állományában tartalékosként. Ez lesz az első külföldi szolgálata. Hivatásos katona szeretne lenni. Azért vállalta a missziót, hogy tapasztalatot szerezzen. A családja támogatta az elhatározásában. Szerencsére a család ezt teljes mértékben támogatott. Tehát egy pillanatig se volt arról szó, hogy leszerettek volna beszélni, és talán ez a legfontosabb számomra, hogy támogattak. Tehát így tudok teljes mellszélességgel kiállni az ország mellett, hogy a család is támogat. Meg vagyok győződve arról, hogy az itt felsorakozott állománynál jobban felkészültet nem találhattunk volna erre a feladatra. A honvédség szerint ez egy történelmi misszió, mert rekordszámú, összesen 41 tartalékos utazik a kontingenssel. 12 éve még 17 tartalékos katona volt az országban. Mára ez a szám csak nem 12 000-re nőtt, és egyre felkészültebbek. A KFOR-ba került alkalmazásra Koszovóba 2 szakasz, és miután onnan is egészen jó visszajelzések érkeztek, az állomány felkészültségéről mindenki elismerően beszélt, ezért döntött úgy a parancsnok úr, hogy akkor idén próbáljuk meg az iraki kontingensbe is a tartalékos állományt bevonni. A magyar kormány célja, hogy a magyar emberek biztonságát garantálni tudja. A keleti szomszédban háború, a déli határon pedig erős migrációs nyomás van. Az ország biztonsága érdekében egyre nagyobb feladat hárul a honvédségre. Erről már a Honvédelmi Minisztérium államtitkára beszélt. Guillaume Gábor hangsúlyozta, a magyar misszió résztvevői a terrorizmus és a migráció ellen is küzdeni fognak Irakban. Az iraki koalíciós műveletben való részvételünkkel hozzájárulunk a közel-keleti illegális migráció kiváltókainak megszüntetéséhez. Álláspontunk szerint az úgynevezett déli kihívásokat, például terrorizmus, tömeges illegális migráció, azok keletkezési helyén a forrás országokba szükséges kezelni, és a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. Ez már a 15. kontingens, ami a közel-keleti országba utazik Magyarországról. A feladatuk többek között a béke fenntartása és az iraki rendvédelmi szervek kiképzése.